3,14, 15, 92, 65, 35, és sorolhatnám tovább a pi számjegyeit a végtelenségig. Középiskolás korom óta vagyok szerelmes ennek a számnak, de valahogy, amikor a szüleimnek meséltem róla, sose ehhez szántak rá annyi figyelmet, mint amennyit én szerettem volna. Egészen addig a napig, amíg haza nem állítottam egy pi tetoválással az alkaromon. Hát ekkor kezdtem azon gondolkodni, hogy igazából bárkit rá lehet venni arra, hogy figyeljen egy bizonyos, akár számára unalmas témára is, ha az megfelelő látványossággal van tálalva. A mai oktatásunk egyik nagy problémája, hogy a diákokat nem igazán érdekli a tananyag és a tankönyv. Talán a kémia tanároknak itt egy kis előnyük van a kísérletekkel, hogy rá tudják venni a diákokat, hogy figyeljenek, de mi van a többi tanárral, vagy éppen egy nem megfelelően felszerelt kémia laborral? Képzeljünk el egy világot, ahol, hogyha kinyitjuk a tankönyvet, akkor abból előlép egy történelmi csata, vagy ahol a matematika tanárok nincsenek rászorulva arra, hogy 2D-s ábrákkal magyarázzák a 3D-s testeket. Hát ez a világ, ez itt van, legalábbis csapatom szerint, ugyanis mi megalkottunk egy olyan alkalmazást, ahogy már említettem is az előbb a matematikai példát, a könyvből elől bukik maga a test, így talán egy kicsit könnyebben megérthetővé téve ezt az egész témát, vagy biológiából, ez egy nagyon érdekes tantárgy, viszont nagyon kevésszer van lehetőségünk békaszíven kívül mást is látni, vagy vannak olyan iskolák, akiknek nincsen lehetőségük, hogy beszerezzenek egy saját csontvázat, vagy nagyon sokszor azzal jönnek a diákok, hogy mi értelme. És például itt van valaminek egy matematikai példának az értelme, hogy hát mennyi víz kell ebbe a medencébe. És hát mondhatnék még nagyon sok példát, itt közben próbálom mutogatni. Amikor csapatommal, akik egyébként itt ülnek a közönség sorai között, megalkottuk ezt az alkalmazást, akkor három fő tényezőt vettünk figyelembe. Az első, hogy élményszerűvé tegyük az oktatást. A második, hogy a mobileszközöknek megtaláljuk az oktatásban a helyét végre, valamint, hogy a tankönyveknek megtaláljuk a helyét az oktatásban újra. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!